Na jóságos, szép estét! Újra Márióhoz volt kedvem. Tegnap este nekiálltam fölvenni egy csomó mindent, aztán mikrofont elfelejtettem bedugni, meg nem indultak el a játékok. Úgyhogy meguntam az egészet, és most ez lesz. De most nem a hárommal, hanem a kettővel. Bár valószínűleg ugyanaz lesz a végeredmény. A háromhoz kaptam szerzői jogi figyelmeztetést. De... hát nem foglalkozom bele. Azt írta a YouTube, hogy... a Coezban, ha egyetértek, akkor hagyjam, és akkor... akkor így marad. Úgyse, úgy sincs bekapcsolva a bevételszerzés ezen a csatornámon, úgyhogy úgy gondoltam, hogy akkor ez így jó. Na, tegnap egy picit játszottam ezzel, mikor már mindentől elment a kedvem. Red alertezni akartam, de nem indult el. Úgyhogy elkezdtem mariózni, aztán kiderült, hogy nem volt bedugva a mikrofon. Utána nekiálltam pókerezni online, azt meg... nem ugrottam. Tehát nekiálltam online pókerezni, azt meg valamiért az OBS nem vette föl, csak egy nagy feketességet és a hangot. Úgyhogy aznapra meguntam és lefeküdtem aludni. Úgyhogy a tegnapi napom ennyi volt. Már... na hát ezt most már tényleg nem hiszem el. Tehát a Márióval tök jól el voltam, csak... úgy nem... nem érdekelt a dolog már után. Na, tegnap ugyanezt be is szívtam egyszer. Na, tehát úgy már utána már nem volt hangulatom újra kezdeni az egészet, úgyhogy inkább hagytam az egészet. Továbbá a KGB-be. Na, most már tényleg béna vagyok. A beszéd közben nem tudom nyomni. Tehát a KGB-en is ebbe volt, már ott tartottam, hogy fölvettem már 3 órát, de egyszer nem töltöttem föl, mert nem volt értelme. Tehát egyszer nem tudtam tovább jutni, már ott tartottam, hogy végigjátszás videókat néztem, hogy mit rontok el, hogy nem tudok tovább jutni. És nem rontok el semmit, megvan minden, megcsinálok mindent, egész egyszerűen az egyik résznél valami bug miatt nem enged tovább. Úgyhogy... most vagy ilyen az egész, vagy valamit tényleg nem jól csináltam. Tehát 3 órát bolyongtam ott az üres... hát úgy üres pályán, hogy semmi más. Tehát nem volt semmi újdonság, amit találtam. Tényleg már ott tartottam, hogy a videókat, a végigjátszás videókat úgy néztem, hogy lépésről lépésre, hogy azt megcsináltam-e, ez megvan-e. Tehát már nem tudtam tovább jutni. Erről majd úgyis csinálok egy részt, aztán meg van kedvem babrálni vele, akkor majd még vagy babrálok vele, vagy csak azért csinálok egy részt, hogy lezárjam az egészet. Majd még eldöntöm. Most egyelőre elment tőle a kedvem. Aztán szarakodtam ezzel a Mario dologgal. Meg a póker. Uaj! Ne esd le! Meg a pókerrel. Az sem ment tegnap. Le is fagyott. Komolyan nem tudom mi volt, egy flash alapú póker lefagy. Én már nem
tudtam már mit kezdeni vele. Jaj, tudom, tegnap ezzel, na, erre nem jöttem rá. Van ez a versenygyík, azt mondja, ezzel mit kell csinálni. De erre valahogy nem sikerült rájönni. Na, tegnap ugyanennyi szerencsém volt. Most újra kell kezdeni. Legalább nagy vagyok, így próbálkozhatok kétszer. Nézd meg, semmi. Na persze, már még rám is esik. Na jó van. De akkor itt azt fogjuk csinálni, hogy kell előhívni ezt a rohadt menüt. Azt csináljuk, hogy újra Super Mario. De mégiscsak játszunk a hárommal. Érdekel a... Legyen a... Mi a még itt? Super Mario Bros. 87. Ez a legelső, nem? Elveszett pályák. Nézzük meg ezt. Nézzük meg. Eddig jó. Egyből a második pálya. Jaj, na, de ez jó lesz. Jó lesz ez. Ezzel el leszek egy darabig. Kifutásból megy. Ó, persze már. Üst ki. Szórakozó. Ezt futásból kell. És itt még nem volt checkpoint, mi? Nem, hát. Na. Szóval megvárom, hogy kimenjenek. Visszajönnek? Vissza. Tehát ezzel itt már nem lehet trükközni. Valahogy fel kéne ugrani. Fel kéne ugrani oda. Vaj, nem lehet. Nincs itt valami titkos gomba. Thank you.
Hogy fogom én ezt itt végig ugrálni egy élettel? Ezt nem véletlenül elvesz... Nem véletlenül elveszett pálya. Szerintem ezt direkt vették ki. Na nézzük még egyszer. Aztán legfeljebb visszamegyünk a Bros 3-ra. Na ezt akartam eredetileg is. Pff, basszus, itt ugráltam volna. Egy lyuk van az egész pályán. Na nézzük. Na, ezt hittem már előről. Mindegy, innen már nem volt sok. Basszus, elfelejtettem azt a bütyköt. Pedig jó lett volna, ha nem akadok be oda alá. Akkor jó lett volna. Na, figyelem, figyelem, összpontosítás. Ó, basszus, megint ilyen ugrálós szar. Na itt azért kíváncsi lennék, hogy itt, ha tovább mentem volna, fölül lett-e volna ilyen Warp Zone, vagy mi volt a neve régen. Na mindegy, ez megvan. Igaz, hogy az életem lassan elfogy. De hát... Majd rágyúrunk. No basszus. Na, persze már. Távol magas ugró. Jó. Persze, hogy folytatjuk. Na jó, legalább innen kezdem az előzőről, azért ez hívás volt. De nem bízom abba, hogy ez nem lesz az. Na, már csak ugrani nem sikerült. De már kidolgoztam a technikát. Na gyerünk! Jaj, hülye, ugrás. Vagy mi az, futás, nem ugrás. De egy polipit keres a levegőben. Hey!
Jó, viccesnek ígérkezik ez a nap. Miért vannak benne olyan távolságok egy harmadik pályán, amit nem lehet átugrani? Hát mire eljutok ide megint. Nem tudom, lehet, hogy 6 évesen ügyesebb voltam, vagy máshogy működött, de ez most nem megy. Biztos túlságosan átszokott a kezem az egérbe. Nem ugrik! Szerintem mára elég volt ez a Super Mario. Kösz, hogy itt voltatok. Na, majd találkozunk, ha megnyugodtam. Sziasztok!